Teleki László Alapítvány népi építészeti program keretében lehetőség nyílt támogatás igénylésére a népi építészeti értékek megújítását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra. A Teleki László Alapítvány népi építészeti program keretében lehetőség nyílt támogatás igénylésére a népi építészeti értékek megújítását támogató szakmai előkészítésre az épület felújításra. Karcag Városi Önkormányzat a felhívás keretében a védelem alatt álló épített örökségi elem támogatási szempont keretében a karcagi szélmalom vitorláinak a visszaállítását célozta meg. A pályázat benyújtása érdekében egy előzetes tervezési folyamatban felmérésre kerültek a vitorlák visszaállításának lehetőségei, annak költségei. A támogatási kérelem keretében az alábbi műszaki tartalom valósulhat meg. Szeles vitorlák. A vitorla szárakat hordozó kis és nagy keresztágak alapanyaga 14, illetve 12 méter hosszú, 30 cm törzsátmérőjű vörös fenyőből kinyert első osztályú görcsmentes légszáraz gerenda. A lécvác összekötő lécei 10 méter hosszú, egy darabból készült légszáraz vörös fenyő léc vitorlánként 5 darab, összesen 20 darab. A szeles tengely. Egy tömbből kivágott, megfelelően profilozott míves szeles tengely, 8,5 méter hosszú, 80 cm törzsát mérőjű, télen vágott kocsányos tölgyből kinyert, görcsmentes, légszáraz, asztalos minőségű alapanyagból. Tetőzsindely pótlás, pattintott, gyantadús zsintellyel. Kukóri, ami nem más, mint az oromzat deszkázatának cseréje. Az önkormányzat a javaslatot megtárgyalta, és döntött a pályázaton való részvételen.